Na szavaztok srácok, én Jeans vagyok, és ebben a videóban érkeztünk újra egy kidroppos, egy gyönyörű videóhoz, ahol 546 dollárunk van a balanszban. Nagyon fontos gyerekek, hogy promóciós kód JASONPLY, ezzel kapsz ingyen 5% deposit bónusz, úgyhogy good luck, have fun! Na, ahogy mondtam, 546 bucks! Mit fogunk ma csinálni? Vannak bolond limitált ládák, az event már kikerült, tudom most inkább másféle videó volt, nem kidrop, de most már ez is pörög újra. Úgyhogy én azt mondom, hogy 25%-os késsel meg kell nyitni ezt a videó, gyerekek, mert nagyon szeretem az ilyen 100%-os ládákat. Bármelyik oldalon, nem csak kidrop, nem csak elkész, bármelyik gambling oldalon, vagy ilyen 10-20-30%-os dolgok vannak, azokat imádom. Természetesen az első, ez egy nagy dick sucking, úgyhogy ennek nagyon örülök. Egy dollár, megpróbáljuk még egyszer, aztán hát kapunk egy kést, akár egy, mit tudom, 50 dollárosnak is tudnék örülni, és ott is van, gondoltam, hogy valami nagyon szar lesz, de elvisszük, mennyi ez? 70, tökéletes. Mik vannak még amúgy ilyen limitáltból, van valami drágább, féle, nem? A többi már csak ilyen 9 meg 7, azokat annyira nem szeretem nyitni, meg szerintem azok annyira nem is izgalmasak, hogyha olyanokat nyitok. Úgyhogy vissza kell gyerekek térni a régi ládákhoz. Hú, na nézzük, hogy ezek mit adnak. Régen nyitottuk őket, valami AK Empress-t. Új, imagine a VP feed! Kiloptuk volna, mint az állat, ne is törődj vele. Na, oké. Azt hiszem 37 volt a láda, szóval ez nem olyan fincsi. Upgrade-re is menni fogunk egyértelmű. Whitefire... Hát, hogyha nem lesz olyan kopott, akkor még talán érhet valamit. 37-ből csináltunk 41-et, de szerintem ez így is mínuszos, hiszen az előző az egy mínusz 10 bucks volt. Na, a Dream, gyerekek! Egyik kedvenc ládám, tudjátok, jó, hiszen itt egy flipknife, bap, csókolom. Jó, és favasz, ez mennyi? 5-7 dollár. Én azt mondom, aztán lett 3. 13! Ja, mert Factory New, nice! Legalább nem olyan brutálisan nagy mínusz, mint ez. Jó, hál' Istennek a bizonon átmegyünk is egy AK4-t, ami 33. 24. Én azt mondom, nyitok még egy ilyet. Eddig egyik sem volt profit. Maradj már! Kutyaugatás, flip, 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 flip! Mi mádom ezt a ládát, te idióta állat! Ezt a kést harmadjára vagy negyedjére nyitjuk, abból egyszer, azt tudom, hogy egyszer egy íródásba történt, ahol saját pénzből nyomtuk. Ez a láda nagyon jó. Mindig odaadja ezt a flippet, nagyon sokszor, úgyhogy G2G. Easy 200, ja, 220 profit. De hát gyerekek, úgyis nyomjuk az upgrade-et. Itt megkapunk egy P250-et, ami lesz szerintem 2,5 dollár, nagyon max 3 a 31-ből. Síí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 
Megnézzünk van itt a Campress, hogyha nem BS, akkor jók vagyunk. 31-ből 23. A macska azon meg van őrülve, úgyhogy mehet egy 69-es ennek örömére. Na gyere! Egy kést! Jaj! Ez nagyon rossz szokott lenni, nem? Ez van, amikor érted, egy 20 dolláros ládából nyitsz egy kést, és aztán egy 70 dolláros ládából 9 dollár. What the fuck? Ezt ki kell nyitni még egyszer, gyerekek, mert szánalmas volt. Ezt amúgy sosem akarom elindítani, Dick Har... Egyén vágy 40 legalább. 26. Na ezt mondom, gyerekek. Biztos lefejeltétek a falat, hogy úristen, ki is nyitottam. Ez így mínusz 210, csak úgy szeretném mondani, hogy ennyit a késről. Mennyi maradt? 137. Hát ezt a 70-es ládát én soha a büdös életbe többet nem akarom kinyitni. És azt mondom nektek, hogy 137. Nézzük az, ami aktív. Adjuk el ezt. Ha jól tudom, akkor így ki tudunk nyitni egy 150-eset, gyerekek, és aztán megyünk upgrade-ra. Úgyhogy G to the G, 150. Nézzük ebből, mit lehet. Azt már elhittem, hogy legyen jó legalább. Ez nem lehet annyira rossz, ugye? Nincsen sok skinünk. Egyébként, szóval ez most ilyen... chilles lesz. Belement egy macskaszor a számba, úgyhogy ezt remélem beadja ennek örömére. Így is van. Aztán... menni kéne tovább, legyen ez az FN Slaughter navaja. Talán megáll, de nem fog mi. Jaj, fik! Most ez komoly. Ne, gyerekek, ez most mi? Ez nem az én napom. Bekapom a fa... Adj csak be! Ja, persze. Semmi baj, mert ezt a USP Orion Factory New, mit tudom, ez Factory New amúgy? Nem, BS. What? Várjál, az hogy BS? Akkor ez most Tatrak, vagy ez hogy ott mi? Túl drágának éreztem, nem fogok hazudni. Amúgy alig van skinünk, remélem látjátok, kedves közönség.
44,71, köszi szépen, hogy beadtad, nagyon cukkermukker vagy, mehetünk tovább 169-es USD-re, és pörögnél kérem, mint az állat, hogy beadja! De na, erre most mit lehet mondani? Nincs egy back-to-back? Jó, ez elég gyorsan az, hogy beadja a 88-as kést, jó csúnya szegény egyébként, ezt hozzá szeretném tenni, úgyhogy jöhet egy kúpoló. Hát ez is gyors! Mi van ezzel? Még eléggé rosszul esik a szívemnek. Ez meg olyan, mint egy emerald. És jó, az utolsó. Ha igazából ezt meg tudjuk duplázni, akkor megmentjük a videót, gyerekek. Úgyhogy tedd össze a kezed! Ne felpofozlak! Ha nem, akkor meg megszívtuk, és egy rohadt jó rámból csináltunk egy nagyon rosszat. Általában ilyen egy gambling, szóval nagyon óvatosan gamblingezetek. Hiába nyertek. Nagyon, de nagyon könnyen vissza tudjátok bukni. Remélem nem ezt fogom megmutatni nektek, úgyhogy 3, 2, 1, let's go! Meg kell, hogy adja. Van elég... Istenem, és nincsen elég gyors. Jába kaptunk 25%-ból kést, meg ugye a Dreamből is egy brutálisan jó kést, gyerekek, ezt a flippet. Nem is tudom, a legjobb, várjá! Azt látom, más is megkapta. Ez meg én vagy... Nem, ez sem vagyok, hogy még nem vagyok ott. Szóval 0,35% van a kés, és... Mi megkaptuk, csak hát nem éltünk vele. Úgyhogy gyerekek, ez a videó ennyi lenne, ha tetszett, nyugodt a dob egy hatalmas nagy lájkot. Érkezzetek, fölrejétek, hogy én Jason voltam. Szevasztok!